Sziasztok, Fanni vagyok, és a mai videóban podcasteket szeretnék ajánlani nektek. Én általában YouTube-on videót is úgy szoktam nézni, hogy keresem a minél hosszabbakat, hogy berakjam, és akkor takarítás mellé tökéletes, de ugye ilyenkor egy csomószor belefutok abba, hogy amúgy így lenne fontos része annak, hogy ez miért képi, tehát hogy miért videó, tehát hogy így néha-néha ránézni, bár egyébként mondjuk mosogatás közben, ha kiteszem és néha rápillantok, az is jó szokott lenni tök sokszor, például amúgy jól van ez így szoktam hallgatni, vagy fókuszcsoportot, amikor olyan kedvem van, de alapvetően jobban szeretem azokat, amik tényleg podcastek, tehát hogy elég csak hallgatni, és nem kell hozzá semmi kép, és nem maradsz le róla, hogyha nincs kép, akkor is, hogyha mondjuk egyébként van képi verzió, de hogy tényleg csak beszélgetnek az emberek benne. Nem tudom, hogy miért van ez, hogy ezt miért szeretem, valószínű a korral jár. Tini koromban nem nagyon hallgattam ilyeneket, de most az elmúlt néhány évben azt vettem észre, hogy tényleg egyre több podcastet hallgatok, hogy hasznosan kitöltsem az időt, amikor takarítok, főzök, vagy mondjuk vezetek, vagy akár csak sétálok valahová, és nincs kedvem zenét hallgatni. Így találtam is néhány podcastet, amiket nagyon megszerettem, és arra gondoltam, hogy ezeket megosztom veletek is. Kezdjük először a két darab könyves podcasttel, vagy könyvekhez kapcsolódó podcasttel, hogyha már ez egy könyves csatorna, de az összes többi az így teljesen más témájú lesz. Az első az a Párhuzamos, ami Ruby Lightningnak a podcastje. Igazából ez videóformában érhető el YouTube-on, de hogy tényleg az van, hogy Ruby és a barátnője Anna Mari leülnek és beszélgetnek egymással különböző könyvekhez kapcsolódó témákról. Például beszélgettek már arról, hogy bocsánatkérés és megbocsájtás, vagy mondjuk karaktergyász, és ezt így különvették, hogy mi van akkor, hogyha egy karaktergyászolunk, de hogy alapból a gyászról is beszéltek. Beszéltek például még a fanfictionökről, és egy csomó érdekes témáról. Azt szeretem a beszélgetéseikben, hogy nagyon jó a kémiájuk, látszik, hogy legjobb barátnők, de hogy nagyon érdekes témákat választanak, és a téma kifejtéshez használnak irodalmi példákat, vagy például animékből is szoktak sokszor példákat hozni, meg sorozatokból. Úgyhogy ez egy ilyen, kicsit ilyen, tényleg csak beszélgetnek, de hogy közben tök fontos témákat érintenek, és érdekesek, viccesek, aranyosak, úgyhogy én nagyon szeretem ezt a podcastet. A másik könyves témájú pedig a Polckast, ez Matildának és a tesójának, Emmának a podcastje. Ebben is azt szeretem, hogy tök jó, hogy tesók csinálják, tényleg nagyon érdekes így a dinamika, és ezt szoktam betenni olyankor, hogyha a kiflivel megyünk valahová Budapesten belül, és éppen könyves cuccokhoz van kedvem. Ők is tényleg mindenféle könyves témáról beszélgettek már, például, hogy mit várnak az adott évben, vagy mondjuk katasztrofális könyvek, vagy olyan könyvek, amiket nem sokan ismernek, de nagyon jók. Úgyhogy tényleg, hogyha a könyves témájú podcastet kerestek, akkor szerintem az övékét érdemes lecsekkolni. A következő podcast az egy szerintem ismertebb podcast, ez a Kapod, ez Kovács András Péternek, a humoristának a podcastje, és ebből is kettő felé lehet bontani, meg egyébként, ahogy láttam, Kap nagyon sok mindent csinál, de én kettőt szoktam hallgatni tőle. Az egyik az a Barátság podcastes sorozata, amikor jó barátokat hív el, és ők beszélgetnek a barátságukról. Ebből nem állítom, hogy mindent meghallgattam, de egész sokat. Humorosak, érdekesek, tényleg érdekes másoknak a barátságáról beszélgetéseket hallgatni. Nyilván így annyira sokat nem tanulsz belőle, mert nem oktató jellegű, de hogy tényleg tök szórakoztató. És hát nyilván azt szeretem a legjobban, amikor olyan híres emberek mennek oda, akiket ismerek, vagy hát, hogy tudom, hogy kicsodák, de egyébként olyat is hallgattam már ott, amire gőzöm nem volt, hogy kik a vendégek, és tök érdekes beszélgetés lett belőle, és meg is maradtak dolgok. Úgyhogy így szerintem ez egy ilyen jó kikapcsolódásnak. És a másik, amit nagyon szeretek, az a Mi olyan vicces a, amiben Kovács András Péter Gönczi Dorkával beszélget, és Gönczi Dorka, ő egy párkapcsolati és válási mediátor, és tényleg ők is mindenféle témákat elővesznek, nyilván voltak párkapcsolathoz kapcsolódó témák, de mondjuk beszélgettek a szexről, a kutyákról, a karácsonyról, a nyaralásról, és szerintem ők ketten jó duót alkotnak, viccesek, de hogy közben van mellette sok mély tartalom is,
Úgyhogy ezt is tökre szeretem. A következő podcast az a Neked Ugatok Podcast, ami Korong Gábor podcastje a Tükörmódszer közreműködésével. A Tükörmódszer az egy olyan kutya tanítási és nevelési módszer, amit Korong Gábor fejlesztett ki Magyarországon. Több suliuk is van, főleg Budapesten, de Budapesten több helyen is megtalálhatóak. És mi kiflivel egyébként tükörmódszeres suliba járunk, tehát hogy ott csináltuk meg a kölyök tanfolyamot, meg a kölyök pró tanfolyamot, meg nem tudom, ügyességi hármas vizsgát tettünk, járunk hobbiból mentrélingezni, az ilyen életmód program, ami emberkereső program, és a felsőfokot is elvégeztük, szóval, hogy így nagyon szeretem ezt a sulit, és tökre örültem, hogy egy ilyen podcastet is csináltak, mert tényleg nagyon érdekes, ahogy a kutyákról beszélgetnek szakemberek, akikről látszik, hogy nagyon-nagyon értenek a témához, és megbízható forrás, úgyhogy sokat tanulok tőlük. Vannak ilyen fajta bemutató videóik, amikben elhívnak gazdákat, és akkor az adott kutyafajtáról beszélgetnek. Ebből is nagyon sokat lehet tanulni, például, hogyha valaki kutyát akar venni, akkor szerintem tök érdekes megnézni ezeket a videókat, így fajta választás előtt. De például nagyon sok ilyen kutyanevelési tippet is adnak, meg hogy a kutyák viselkedését boncolják, amiből így jobban meg lehet érteni és ismerni őket. Úgyhogy nagyon-nagyon szeretem ezt a podcastet. Szerintem ilyen kutyagazdáknak mindenképpen ajánlanám, mert hasznos. Biztos vannak olyan dolgok, amikkel adott emberek nem értenek egyet. Én ezzel a módszerrel, mivel ezt ismerem, ezt szeretem, ezt használom az én kutyámnál bevált, ezért én tökre szeretem. Nyilván nézegettem YouTube-on más típusú videókat is, de hogy ez az, amiben a legnagyobb százalékban egyet tudok érteni. De tényleg, hogyha vidéki kutyatartók vagytok, és annyira nem foglalkoztatok eddig a kutyáknak a nevelésével, vagy a viselkedésével, akkor tökre tudom ezt ajánlani, de hogyha mondjuk van valami speciális problémátok, és belehallgattok, hogy ők milyen szakemberek, és utána szimpatikusak, akkor tökre el tudtok menni, például sok adásban van ott viselkedésterápiás szakember, akihez aztán elvihetitek a kutyátokat, és tényleg nagy segítség tud lenni. Úgyhogy tényleg ez egy nagyon informatív, nagyon szórakoztató podcast, nagyon érdekesek a kutyás sztorik benne, úgyhogy ha szeretitek a kutyákat, akkor szerintem az a ti podcastetek. A következő podcast az a Párna csata, ami már nagyon régóta van. Én egyébként csak ilyen 1-2 éve fedeztem fel, és tudom, hogy a legelején 3 voltak, amikor én fedeztem fel, akkor már csak 2 voltak, és most már csak egy állandó műsorvezető van, és ő így most ebben az legutóbbi évadban így meg is újította a Párna csatát, lett videós formátum is, nem csak hangbeli formátum, és akkor most erről az legutóbbi évadról beszélnék én, mert most ez így néz ki, és így működik. Én nagyon szeretem, nem értünk egyet mindenben Vikivel, aki az alkotója ennek a podcastnek, sőt, sok dologban nem értünk egyet, meg sok dolgot így máshogy látunk, de tök érdekes egy másik perspektívát nézni, és az nagyon tetszik benne, hogy tök érdekes, mondjuk tabu témákat is behoz, például a tudatos gyermektelenséget, vagy mondjuk a mentális betegséget, olyan témákat is felhoz, ami ilyen hétköznapig, mondjuk a testvéri kapcsolatokról, de hogy amúgy a testvéri kapcsolatokról se nagyon szoktam beszélgetéseket hallgatni, vagy mondjuk volt olyan adás, amikor az Oscar-díjas filmekről beszélgetett a vendégével, mert minden adásban más vendég van, vagy hát nyilván van 1-2 visszatérő vendég, de hogy így minden témához hív vendéget, de mondjuk volt téma az influencerek és a hirdetések, úgyhogy tényleg nagyon széles körű, olyan is volt, hogy csak egy barátnőjével boroztak és párkapcsolati tanácsokat adtak, szóval, hogy így nagyon széles a paletta, és így nagyon kis színes, néha csajos, néha kevésbé csajos, de hogy én tökre szeretem hallgatni, amikor kijön egy új rész, akkor ezt így előre szoktam venni. A következő podcast az az utazási podcast. Nem mondom, hogy nagy világutazó vagyok, de azért már úgy voltam 1-2 helyen, meg még tervezek is menni 1-2 helyre, úgy bőven. És én vlogokat nem szeretek nézni, ilyen utazós vlogokat, mert akkor kicsit azt érzem, hogy mintha így lesz spoilerezném magamnak, hogy hova megyek, meg hogy
úgy unni is tudom őket. Nyilván rájuk lehetne kattanni, de hogy én inkább élőben szeretek elmenni és megnézni, viszont azt nagyon szeretem, amikor beszélnek róla emberek, sztorikat hallgatni, az úgy szerintem teljesen más, mint amikor konkrétan nézem. És ebben a podcastben tényleg mindenféle utazásos vagy külföldön élős sztori van, főleg ilyen extrémebb utazókkal beszélget a műsorvezető, aki szintén ilyen extrémebb utazó, legalábbis az én szememben, tehát hogy mondjuk volt téma, hogy nőként a Közel-Keleten, és a nő egyedül utazik tényleg a Közel-Keleten. Volt olyan, hogy egy család lakókocsival Dél-Amerikában eltöltöttek sok időt, valaki tolószékesen utazik ki, mondjuk Afrikába, ilyen extrémebb helyekre. Szóval nagyon széles a paletta, Tájföldről is, Kubáról is volt adás, amiket én meghallgattam, vagy hogy mondjuk milyen volt az élet egy nebraszkai farmon cserediákként, meg volt egy kínai adás is, ami nagyon érdekes volt. Szóval nagyon-nagyon sok és széles a paletta, így az egész világról szerintem, hogyha érdekeltiteket egy ország vagy egy téma, akkor itt azt így megtalálhatjátok. Volt még egy beszélgetés, amit nagyon szerettem, egy ex-Qatar Airways-es pilótával. Azt szerintem nagyon érdekes volt, hogy milyen egy ilyen utasszállítónak a pilótájaként élni. Szia! Szóval szerintem ez egy nagyon érdekes podcast. Ez, vannak hosszabb adásai is, szóval ezt így tökre szeretem mondjuk vezetés mellé berakni, amikor haza kell mennem a szüleimhez, és akkor az egy bő két órás út, két-két és fél, és akkor olyankor tök jó ezt hallgatni. A legújabb találásom, ami egész friss, mondjuk egy hete találtam, vagy még annyi se, valamiért a YouTube úgy gondolta, hogy engem érdekelni fog a Budapesti Zsaruk podcast, és amúgy igaza lett, mert megtetszett. Ebben a podcastben mindenféle rendőrt hívnak, akik így a szakmának a különböző ágaiban vannak, és ők vagy beszélnek éppen az a munkájukról, vagy hogyha mondjuk volt egy különlegesen érdekes esetük, akkor arról. Meghallgattam már, volt a VV Fanninak a gyilkossági esete, talán ez dobta fel először, és akkor innen indultam el, de hogy hallgattam már az adást kutyás rendőrről, orvosi szakértőről, helyszínelőnek a csapatvezetőjétől, meghallgattam egy ilyen extrémebbe torkolt esetet, amikor kiment egy járőrpáros karácsonykor egy házba, és mert hogy van egy mert hogy bejelentették, hogy van ott valaki, aki zavarja a csendet, és akkor a csávóról utóra kiderült, hogy be volt drogozva, a párosnak a férfi tagját azt egy csomószor megszúrta, de amúgy túlélte, a női tag pedig 11 golyót eresztett ki rá, amiből 9 érte a testét a támadónak, meg még 2 a ruházatát. Szóval, hogy nagyon-nagyon kemény sztori, és akkor ezt így meghallgatni a két félnek a szemszögéből, a férfi rendőr, meg a női rendőr szemszögéből, szóval, hogy ez így tök érdekes volt. Szóval nagyon érdekes dolgok vannak benne, annyi, hogy még ugye elég friss a dolog, szóval, hogy még nem kezdtem el parázni miatt, de nem tudom, hogyha túl sokat meghallgatok, akkor elkezdek-e majd parázni azon, hogy amúgy milyen durva esetek vannak, mert amúgy ezek amúgy extrém esetek, tehát, hogy Magyarországon annyira nem gyakori a gyilkosság, meg annyira nem gyakori az, hogy egy sima kihívásra lőni kell, meg megszurkálnak valakiket, de hogy azért ilyenek is előfordulnak, de amúgy én nem vagyok az a parázós ember, így a krimiktől se paráztam soha, úgyhogy szerintem nem fogok parázni rajta, és valószínűleg megtaláltam így a bűnügyi résznek azt a részét, ami számomra érdekes, mert én krimit nézni hát nem tudja nagyon hosszan feltartani az érdeklődésemet ezek a krimi sorozatok, tehát hogy vannak ezek az epizódikus, ugye kb. Mindegyik krimi sorozat epizódikus, és megunom őket egy idő után, bármennyire is érdekesek, és otthagyom őket, de hogy ezzel meg úgy tök jól el lehet lenni, meg tényleg egy érdekes, hogy egy olyan szakmának lehet bepillantani a részleteibe, ami egy ilyen kicsit extrémebb, nagyon messze van tőlem, de közben meg tök nagy társadalmi megbecsülést érdemelnek, hogy ezt csinálják. Ja, szóval, hogy tökre szeretek így informálódni. És akkor ezek azok a podcastek, amiket eddig említettem, amiket nagyon szeretek, és így szerintem így végighallgatom kb. Az összes részüket,
És van még néhány, amikbe így bele-bele szoktam hallgatni, például a Márkó és Barna Síkidegbe, az úgy tényleg ez a nagyon laza vicces, tényleg ennek csak annyi a lényege, hogy vicces legyen, és szerintem vicces, vagy mondjuk a Probléma hajóssal és Márkóval. Itt igazából ezt akkor hallgatom meg, ha érdekel a vendég, de hogy amúgy ez is tök érdekes tud lenni, amikor elhívnak valaki híres embert, és akkor hoz egy problémát, és akkor arról beszélgetnek ők így hárman. A VMN-nek is szoktam hallgatni ilyen a podcast-szerűségeit, vagy mondjuk videójukat benyomni podcastként. Ezt is igazából akkor, hogyha érdekel az adott téma, például az Elviszlek magammalnak voltak érdekes epizódjai, vagy mostanában a Breakout Room az, ami tök érdekes tud lenni szerintem, mondjuk Hodász Andrással, vagy a Kiara Lorddal a beszélgetés, mindkettő nagyon érdekes volt. És még Tatár Csillát említeném meg, neki tök sok ilyen táplálkozással és ilyen egészséges életmóddal kapcsolatos tartalma van. Például van a Dokihoz megyek sorozata, amiben mindenféle ilyen dologról beszélgetnek, orvosokról, ami így kérdés lehet, vagy probléma lehet. Van a Ne vegyél be mindent, aminek hát nem feltétlen csak táplálkozáson és egészséggel kapcsolatos ilyen tévhitekről beszélgetnek, vannak másfajták is, de hogy az volt eddig túlsúlyban azok közül, amiket én meghallgattam. Szóval, hogy ezek közül nem hallgatok meg mindent, de van olyan, ami érdekes, és akkor így bele-bele kukkantok, és egy-egy adást meghallgatok. És amúgy még így más podcastek is vannak, amikbe így bele-bele hallgatok, hogyha valamiért feldobja a YouTube és érdekesnek találom, de azokat nem szeretem annyira, hogy ajánljam nektek. És hogyha tudtok érdekes podcastet, akkor ajánljatok, meg most jöttem rá, hogy amúgy egy keresztény podcast sincs itt. Jó igéhirdetéseket szoktam hallgatni, meg ilyesmi, de hogy az így nem podcast. Szóval, hogyha tudtok jó keresztény podcastet, akkor azt is ajánljatok. Remélem, hogy találtatok a listáról olyat, amit érdekesnek tartotok, és majd belehallgattok. Köszönöm, hogy itt voltatok, és remélem, hogy találkozunk a következő videóban. Sziasztok!